tisztelettel és szeretettel köszöntöm Wittner Máriát itt a csíkcsomortáni székelyföldi verstáborban. Köszönjük, hogy eljött közénk. Az idei verstábor alapgondolata, hogy gondolkodjunk közösen 1956-ról, azokról az eseményekről, amelyek meghatározták a 20. század közepének sorsát, emberi sorsokat, és ha úgy tetszik, egészen napjainkig nem jutottunk dűlőre. A mostani beszélgetésünk vezérfonala legyen az, hogy a lyukas zászló nem bot és vászon, hanem jelkép és szimbólum. Amikor önnel beszélgetek, akkor azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy ez valóban így van. Hadd kérdezzem meg öntől, hogy mire tanított meg egy kicsi lányt a karmelita rend? Hiszen evezz a mélyre, mondják. Igen. Visszagondolva az ember életére, ugye már azért 80-ba léptem be. Nagyon sokat visszagondol az ember erre az időszakra. Különösen az emberségre, amit tanultunk. Hazaszeretetre, az ünnepekre, a hétköznapokra, ahogy teltek. És mindennek megvolt az ideje. Tehát tudtuk, hogy mikor vannak ünnepek, akár nemzeti, akár egyházi ünnepek. És a hétköznapokban, különösen nyáron, mindannyiunknak megvolt a dolga. Mert hatalmas kert volt, hatalmas park, és mindannyian be voltunk osztva munkára. Gyomlálni a kertbe, gyümölcsöt szedni, elrakni gyümölcsöket, aszalni, tisztítani a gazdaságba, hiszen voltak tehenek, lovak, csirkék, disznók. És reggel misén voltunk, reggeli, és utána mentünk a kertbe, déli 12 óráig. És délután meg a játéknak az ideje volt meg. Tehát én mindenre volt idő. Nem mentek el haszontalanul a napok, és emberségre és szeretetre tanítottak bennünket. És azt hiszem, hogy a jelen életembe ezt köszön vissza. Nagyon hatványozottan, mert én nagyon szeretek örömet szerezni. Nekem nincs nagyobb öröm, mint amikor valakinek örömet szerezhetek. És nézem ezt a világot, ez egy egészen fordítottan működő, romló világ. Marika néni, gyorsan kellett felnőtté válnia? Amikor államosítottak, 50-ben. Addig megvolt nekünk a gyerekkorunk, 13 éves voltam, amikor államosítottak, és nagyon érdekes, hogy ez a 13-as szám elkísér egész életembe. Milyenek voltak az állami gondozott lét mindennapjai? Itt nem állami gondozottak voltunk. A karmeliták félárva gyerekeket neveltek, és ezt alapítványilag kapták meg ezt a helyet, hagyatékozták rájuk. A Friedrich házas pár, aki egy tisztartó volt egy egyházi birtokon. Nem volt családjuk, és a karmelitákra hagyták az egész birtokot, az árdát, a velejáró birtokokat, és ennek az alapítványnak a célja az volt, hogy árva gyerekeket nevelnek. Nagyon és ez nagyon jól működött addig, amíg nem államosították. Az 50-es évek elejét írjuk. Hogy fejlődik ki egy ifjú hölgyben, egy kislányban az igazságérzet, ami aztán elvezet bennünket 1956-ig? Azt hiszem, hogy az igazságérzet az úgy menet közben kifejlődik az emberbe. Egyébként is mi, ugye a fő motivum az volt, hogy a hazugság bűn. És ez miután az ember nem akart bűnöket elkövetni, így hát az igazmondásra hagyatkozott,
És ez kialakult az emberbe, kialakult az egymásra való odafigyelés, az egymás mellett való kiállás, és azt hiszem, talán most fogalmazódott meg bennem, hogy ez lehetett az az indok, hogy én a barikádra kerültem. Nagyon sok visszaemlékezést olvastam ezekről az időkről. Jó néhány embert a kalandvágy vitt a barikádokra. Ugyanakkor ön számtalanszor mondta, hogy rendkívül tudatos döntés volt, ami a Bródy Sándor utca Korvin köz, tehát a legendás helyszínekre vonzotta. Igen, szóval az, amikor közösségi emberként nő fel az ember, kifejlődik az igazságérzete. Olyan környezetben nőttünk föl. Nekem a börtönben is ez volt a probléma. Ezért kaptam sok fegyelmét, mert nem kellett, hogy velem legyenek igazságtalanok, de elég volt, ha a társammal szembe, akár melyikkel. És akkor én rögtön megszólaltam. Aztán általában a fegyelmét ilyenkor én kaptam, de közösségi ember voltam. És ennek én nagyon örülök, mert sokszor elgondolkoztam azon, hogyha nem közösségbe és ilyen közösségbe nő fel az ember, vajon akkor is ellen tudtam volna állni a beszervezésnek? Nagyon fontos gondolat, amit mondott, de még maradjunk egy kicsit 56-nál. Az a 11 néhány nap, amit a barikádon töltöttek, felejthetetlen. De volt egy különleges pillanat, gondolok itt Nagy Imre beszédére, ami különösen megragadott. Ön hogy fogadta? Én nem voltam a parlament előtt. Mi vártuk a Szabad Nép Székháznál a 16 pont kinyomtatását, de tulajdonképpen azt se kaptuk kézhez, bár mi tudtuk, hogy miről szól a 16 pont, mert már felolvasták délután, meg lehetett hozzájutni röplapokhoz. De akkor már rádiónál megöltek fiatalokat, és oda mentünk. És tulajdonképpen október 23-án én elindultam a forradalomba, és november 4-ig, amíg meg nem sebesültem, végig ott voltam. Nem voltam otthon. Igazán nem is volt az embernek otthon, mert ágyra járó volt. És pontosan ez volt az, amikor hosszú-hosszú évek után azt mondja a tévés, hogy menjünk vissza, ahonnan elindultunk. És kerestem a 23-as számú házat, és nem találtam. Az az Üllői úti szilánk, az mélyebb volt, mint egy seb önmagában? Hiszen november 4-én. Igen, de nem az Üllői úton kaptam, itt valaki félremagyarázta a dolgot, mert a Vajdahunyad utca 35 alatt sebesültem meg pontosan. Mentünk be lőszerér a Vajdahunyad utca 41-be, ahol a főhadiszállásunk volt, és pont mentünk el a 35 előtt, ahol egy honvédségi garázs volt, és oda csapott be az akna. És abban a pillanatban éreztem, hogy ütéseket, és összecsuklottam. Katival mentünk. És egy első pillanatban átfutott az agyamon, hogy na, most már meghalok. De aztán fölugrottam, és bementünk a garázsba. És ott, amit tudtak, bekötöztek, de aztán bevittek a Péterfi Sándor utcai kórházba. És akkor én még nem tudtam, hogy tulajdonképpen a combomba volt a legnagyobb szilánk, és apró szilánkok. A lábomba meghagyták, meg a gerinctől 1 centire csapódott be. Amit én azt hittem, hogy kivettek, de nagyon sok volt a sebesült és a súlyos sebesült. Így érthető, hogy ezek a dolgok valahogy elmaradtak. A későbbi életembe okozott komoly problémát. Marika néni, amikor véget ért a forradalom, lélekben természetesen nem. Megkezdődött a megtorlás, a koncepciós perek, a szégyenteljes álperek, ha úgy tetszik. Gondolta, hogy előbb-utóbb
oda kell kerülnie a bíróságra? Nem. Érdekes, hogy azt mondtam, ha minket leültetnek, akkor a félváros leültethetik, és a fél országot. Ennyit nem lehet börtönbe zárni, mert akkor kiürül az ország, kiürülnek az üzemek. Nem, én ezt valahogy teljesen természetesnek vettem. Úgyhogy mindaddig, amíg nem hallottunk róla, és nem tartóztattak le, addig én... Pláne akkor, amikor a Kádár János megbüntetlenséget ígért mindazoknak, akik visszajönnek. A fellélegzés után jött azok a pillanatok, ugye a Perről beszélek, amit nagyon sokat olvastam az ön könyvében, a börtönévekben is, hogy ez egy komédia volt voltak éppen. Hát tehát igen, előre hogy a komédia volt. Ez minden volt, csak nem egy tárgyalás. Például a tárgyaláson előfordult, hogy a harmadrendű vádlott, a Tóth József, amikor véget ért a tanúkihallgatás, és pont a Monorról az ő hamis tanúi jelentek meg, és a Tóth lezárták ezzel a tanúkihallgatásokat, és a Tucsek közölte, hogy kiket vigyenek el, mert szakértői vizsgálatra. És akkor már, egyébként mi már tudtuk, hogy a Tucsek tanácsítél, akkor biztos, hogy halálos ítélet lesz. És felállt a Tóth, és mondta, hogy követelte, hogy kéri, hogy hallgassák ki a védőtanúit, mert nem lehetett ott a köztársaság téren, amikor 30-án éjjel indultak el élelmiszer szállító kocsival. És a Tucsek azt mondta, elutasította, és akkor a Tóth azt mondta, hogy nem igazságos a népbíróság. Hogy meri maga a népbíróságot rágalmazni, és abban a pillanatban ez egy szempillantás alatt történt meg. A Tóth fölugrott a írnoki asztalról a bírói pulpitusra, és szétvert köztük. Tucsek az ülnöknek elerett az óravére, a Tucsek két monoklit kapott, szóval kitört a káosz. És az a döbbenetes, hogy elsőrendi vádlottként mellettem állt egy fegyőr, és az oda kapott a pisztolyához. Én meg rácsaptam a kezére, önkéntelenül rácsaptam a kezére, féltettem, hogy nehogy oda lőjön. És akkor egy olyan 10 perc alatt kézlábbilincsbe lenyomták, és közölte a Tucsek, hogy a vádlottak addig üljenek itt, amíg az egész ügyészségi folyosót ki nem ürítik. Na most kiürítették az ügyészségi folyosót, és jó fél órát ültünk ott, majd fölvittek bennünket az árkába. És ahogy fölértünk, már kongott a telefon, a radiátor, és mondták a fiúk, hogy nyugodjatok meg, ezt a tárgyalást nem vezetheti tovább a Tucsek, ez az incidens befolyása lehet az ítéletre, ezért újra kell tárgyalni új bíróval. Ez a törvény. Másnap levittek bennünket, és a Tucsek azt mondta, hogy az első sort hagyják szabadon. A második sorba kezdjék ültetni az elítélteket, hogy nehogy előforduljon a tegnapi nap. És folytatta tovább a tárgyalást. Gondolták, hogy nagy ítéletek születnek, mondom én. Gondoltuk. Ugyanakkor emberfia nem tudja megmondani, csak az, aki átélte, hogy mit jelent a halálos ítélet, amikor kimondja a bíró és lecsap a kalapács. Azért volt egy nagyon érdekes megbeszélésünk a Katival, amikor összetudtunk beszélni. Tudtuk azt, hogy a Tucsek halálos ítéletet, tehát a halálbíró hírébe állt. És a Katival megbeszéltük, hogy ha kimondják az ítéletet, semmi érzelem, semmi, fapofa, ne örüljenek neki. Hát ezt sikerült.
De amikor fölértünk az Álkába, és megkérdezték a lányok, hogy mit kaptam, és akkor elkezdtem tapsolni, meg táncolni, hogy halálra ítéltek. Ez már túl volt mindenem. Hogy telnek így a mindennapok a síralomházban? Reménnyel? Remény? Nem tudom, ezt megkérdőjelezném. Lehet, hogy volt remény is. De lehetett reménykedni ilyen helyzetbe. Amikor vitték az embereket, minden kivégzésről tudtunk. Vitték az embereket, és egy iratlan szabály volt az, hogy mindenki bemondta a nevét. Isten veletek, most visznek akasztani. És mindenki üzent valamit. Kiki vérmérsékletének megfelelően. Ezek voltak azok a dermesztő csendek. Beleborzong az ember. Sokat amikor beszélt. Az ember végigkíséri őket az úton, szinte egy év áll gondolatba bele. Nem tudom, ezt nem lehet úgy átadni. Volt, amikor már sokatszor feltették egy nap, hogy milyen érzés volt halálra ítéltnek lenni. Ezt nem lehet megmagyarázni. Ezt, aki nem élte át, az nem tudja érzékelni azt az ordító csendet. Az nem tudja érzékelni, hogy amikor az ember gondolatba végigkíséri, hogy csak ereje legyen, még arra a kis időre. És amikor azt mondja, hogy igen, bevégeztetett. A társak megerősítést kapnak ilyenkor? Valamelyest? Ha érzik, hogy ott vagyunk velük, akkor biztos. De amit én effektív láttam, a Bakos Gyulánét kivinni tőlünk, mert aznap hetet akasztottak, aztán a Katit. Az a döbbenetes, hogy amikor kimondják másodfokon az ítéleteket, és jövünk haza, a rabomobillal haza. Szóval megyünk vissza a Kisfokházba. És az a némaság, amikor az ember nem vigasztalhat, mert farizeus dolognak tűnne. Mert mit tud mondani egy ember, akiről levették a kötelet, a másiknak, akinek megmaradt. Az a borzasztó, hogy bennünk volt lelkiismeret furdalás, hogy életben maradtunk. Ez valami iszonyatos érzés. És akkor, amikor a Katit kivitték, és úgy előttem van, feltartott fejjel két fegyőr közre fogja, viszi. Már csak a hátát látom. Aztán egészen irreális módon nekiesek az ajtónak, és elkezdem verni, hogy ne vigyék el, hozzák vissza. Aztán elájultam. Hogy jött Belsmasszer, mert befele nyílt az ajtó. És amikor már eszméletre tértem, akkor esküdtem meg magamba.
hogyha valaha az életben módom lesz rá, én nem fogok hallgatni. Én beszélni fogok róluk. És az a döbbenetes, hogy mikor megkérdeztem a Schmassert, hogy mikor visznek el innen, akkor azt mondta, majd ha lejön jogerősen a papír. Mondom, és mikor jön le? Azt mondja, egy hónap. És még egy hónapig ott voltam. Ugyanúgy hallgattam a kivégzéseket, a halálba menők búcsúját. Aztán átvittek a csillagba. És itt tört ki rajtam igazán. Túl mindenem. A Schmasser valamit mondott nekem, mikor kiadtuk a vizes kancsót, és én, mikor becsukta az ajtót, fölugrottam az ágyra, és kivertem az összes üvegablakot. Itt még itt vannak a nyomai. És akkor folyt a vér, kivittek, folyt a vér egy laborba, hívták az orvost, én meg üvöltöztem, hogy én vissza akarok menni a kisfokházba, és nem tudom, hogy miért akartam visszamenni. Csak vissza akartam menni. Aztán vittek, és tényleg visszavittek a kisfokádba. Aztán, amikor eszméletre tértem, mondom a Schmassernak, hogy engem innen egyszer elvittek, mit keresek itt. Azt mondja, maga akart visszajönni. Mondom, igen. Akkor mondja meg, mióta vagyok itt. Azt mondja, 2 hete. Mondom, és mit csináltam 2 hétig? Altattak. És nem tudok ebből a 2 hétből egy pillanatot visszahozni. Azt tudom, hogy amikor vittek, és üvöltöttem, hogy én vissza akarok menni a kisfokádba, de azt már nem tudom, hogy oda is értünk-e. És nem tudok visszahozni, és miért akartam visszamenni. Szóval egyszerűen nem is értem, de állítólag 40-en felül ideglázam volt, teljes összeroppanással. Több mint egy évtizedet kellett életfogytiglanosként börtönben töltenie. 1970 egy olyan pillanat volt, amikor úgy kerül ki valaki, hogy továbbra sem tudja elmondani az igazságot. Hogy élte ezt meg? Hogy még 20 évig kell várni arra, hogy legalábbis részben szép lassan kiderüljen, hogy milyen szörnyűségek történtek. Ez mindig benne volt az emberbe. És amikor 80-ban kaptam egy súlyos, illetve még ezután jött, hogy a gerincembe bevándorolta 2 aknaszilánk. És én nem tudtam, csak nem tudtam menni. És nem röntgeneztek meg, csak lumbágóval kiírtak betegállományba. És azt mondta az orvos, hogy vigyázzak, mert ha újra előjön, ez mindig súlyosabb lesz. Aztán többször jött elő, alám csuklott a lábam, meg ilyen dolgok. És akkor meg idegszörpanások. Tömkelege. Aztán kiírtak, hogy nem tudtam menni. Azt hitték, hogy szimulálok. És akkor 2 nap múlva lementem a orvoshoz, a biciklim volt a mankom. És mondom a doktornőnek, hogy ne írjon ki betegállományba. Csupán adjon egy beutalót az újpesti reumára. És ott rendelték el a röntgent. És akkor döbbentek meg, hogy na, mi van a maga gerincébe? 1-2 centi, meg 1 centi aknaszilánk. És 80-ban műtötték ki. És 81-ben volt a súlyos idegösszeroppanás, csípőtől lefele ideggyulladás, és teljesen összeroppantam, és mentővel vittek be az Orfiba.
a császárba. És elrendeltek egy pszichológust. Aztán beszélgettünk. És azt mondja nekem, azt mondja, nézze, sokat beszélgettünk, sok mindenről. De van valami, én érzem, amit maga nem akar elmondani. De higgy el, csak annyit mondok el az orvosának, ami szükséges ahhoz, hogy meggyógyuljon. És ugye bizalom az nem volt, és fölhívtam egy zárkatársamnak, egy orvostanhallgató volt, kitiltották Magyarország összes egyeteméről, Klimko Ágit, és fölhívtam az anyukáját, mert az Ági addig már meghalt. 70-es években. És így már fölhívtam az anyukáját, és mondom neki, hogy itt vagyok az Orfiba. Egy pszichológus jár hozzám. Azt mondja, hogy hívják? Mondom, Horánszky Ottó. Azt mondja nekem, az Ottó? Valamikor együtt gipszeltünk a Szent Király utcába. Szóval mégis pszichológus lett. És ebből mindent értettem. És akkor kezdtem el beszélni a kivégzésekről. Nagy sóhajjal kérdezem, hiszen politikusként minden egyes pillanatában érezhettük mi köznapi emberek, hogy igenis itt az ideje, rendelt ideje van az igazságtételnek, az elszámoltatásnak. Mert ahogy az ön gondolataiból mindig megtudhattuk, Isten megbocsát, én nem. És ebben semmi olyan nincsen, amit ne lehetne elfogadni. Tartja ezt? Igen. Ugyanis Istentől is bocsánatot kérünk először, nem? Meggyógyuljuk a bűneinket. És Isten megbocsát. De ők. Nem az, hogy nem tud megbocsátani, nincs kinek. Könyörgöm. Elvették még a megbocsátás lehetőségét is az embertől. A hóhér az, aki elvárja az áldozata bocsánatát. Na de annyira nem süllyedtem le, hogy én kérek bocsánatot, vagy pardon. Életbe maradtam, és itt vagyok, hogy megmondjam a szemetekbe az igazat. Ezt nem fogom kimondani. Megtette. De megbocsátani is csak annak tud az ember, aki bocsánatot kér. De nincs kinek. Bűnös az van elég. Csak nincs kinek megbocsátani. Egyetlen egy ember volt. Ott a kis fogház udvarán. Amikor én nem akartam bemenni a akasztófához, amikor kivezettek abból a síralomházból, ahol voltam, mert nem bírtam átlépni a küszöbet. És akkor odajött hozzám egy ávos, a könyvéből is küldött, és bocsánatot kért, így szemtől szembe. És azt mondtam, uram, önnek megbocsátok, mert volt ereje bocsánatot kérni. Az 50. évfordulón a parlamenti beszédét máig példaként említjük, hogy összefoglalóan kért számon hívott fel az igazságosságra, az igazságszolgáltatás nyögvenyelős útjaira és az elszámoltatás fontosságára. Ez 10 esztendeje történt, és jószerivel, illetve 10 esztendeje nem történt semmi. Fáj ez önnek? Persze, sok minden fáj az embernek, főleg az igazságtalanság. De ez a parlamenti beszéd, ez a kommunizmus áldozatainak emléknapján hangzott el, és akkor felkértek. Na most 89-ben a parlament előtt mi az áldozatok szólaltunk meg, és akkor a beszédemet két gondolatra építettem. A Viktor Hugónak a Nyomorultak című könyvébe olvastam bent a börtönbe,
és ezt soha nem felejtem el, és biztos, hogy pontosan idézem. A halál az Isten dolga. Mi jogon nyúlnak emberek ehhez az ismeretlen valamihez? És talán át is siklottam volna ezen a mondaton összességébe, ha nem vagyok halálra ítélt, és nem foglalkoztat még mindig ott bent a társaim halála. És ez egy olyan üzenet volt Viktor Hugótól, amit nem lehet elfelejteni, ami gondolkodásra készteti az embert. De ugyanakkor a másik, pedig a gyermekem születésénél, mikor azt mondja az orvos, hogy csodálatos dolog életet adni. De erre a csodákra csak a nők képesek. És ezt a kettőt összevetve, ezt a két gondolatot, egymás mellé állítva, erre kreáltam meg a beszédemet, azt a 6 perces, aminek a vége egy verssel zárult, a Petőfitől kölcsönöztem a címet, a nép nevében. Mert tulajdonképpen a nép nevébe ítéltek bennünket. És a nagy temetés után most már leírhatta az ember a gondolatait. És tulajdonképpen ez volt az a vers, amivel zártam akkor a beszédemet. A nép nevébe ítéltetek, mondtátok ti. A nép nevébe ítéltétek halálra a nép fiait. A nép nevébe kreáltatok hazug vádakat. A nép nevébe mondtátok komoran, halál, halál, halál. És a boldogtalan nép megtört szívvel síratta megölt fiát. Ki volt hát a nép? Kérdem tőletek. Kinek nevébe ítélkeztetek? Ezt ki kellett mondani, még a vers formájába is. Nem. Akkor 2001. február 25-én, amikor a kommunizmus áldozatainak emléknapjára felkértek, hogy mondjak egy beszédet, akkor már mögöttem állt a rendszerváltás 11 éve. A 11 év hamissága. És ezt valakinek ki kellett mondani, de most már nem a parlament lépcsőjén, hanem bent a parlamentbe. És ez volt, amikor azt mondtam, hogy csak az igazat. Mindannyiunk nevébe csak az igazat. És akkor utána azt mondják, hogy miért nem csak a saját nevébe beszél? Na de ha nem csak én érzem úgy, hanem az egész társadalom, akit megkurcoltak, akkor nem joggal beszél egy ember ezeknek az embereknek a nevébe? De igenis. Az lett volna bűn számomra, ha nem mondom ki. Akkor örök élet, lelkiismeret furdalása lenne bennem. És hogy ők gyűlöletbeszédnek apostrofálták, hát ez engem nem érdekel. Talán nem vettek részt a magyar órán. Talán nem tudnak értelmezni. Sőt, nem tudják, hogy a gyűlölet ellentéte a szeretet. Sőt, nem tudják, hogy a hazugság ellentéte az igazmondás. És én itt csak igazat akartam mondani. Ez az igazság nagyon fontos. Tegnap itt este megtapasztaltuk, hogy mit jelent a fiataloknak az értő fül számára fontos gondolat, hiszen ön, de Sixtus atya, főapát úr, Szilágyi Zsolt, fiatal barátunk, és Nagy Zoltán Péter
egyaránt hitet tett amellett, hogy igenis ki kell mondani az igazságot. Ennek tükrében milyen fiatalokat lát maga körül? Én nagyon sok iskolába hívnak meg történelem órára. És elviszem azt a két naplót, amit akkor két fiatal, tizenéves gyerek írt. És a gyerek még nem hazudik. A gyerekek mentek az utcán, tudatosan, láttak, tapasztaltak, hazamentek, leírták. És komolyan mondom, ennek a két gyereknek köszönhetjük azt, amit, azt a sok hazugságot, amivel szembeállították a naplójukat. És ezért mondom, szoktam mondani, hogy a forradalom még nem ért véget. A fegyvereket letettük. De ez a küzdelem, amit folytatunk, ez sokkal nehezebb. Ez a végső küzdelem az országnak, a nemzetnek, a kereszténységnek, a sátán ellen. Mert akkor, amikor egy államfő tévén keresztül belehazudik az ember képébe, és merő hazugságokat állít, majd ezt a hazugságot folytatja, és ebbe a hazugságba akar megdicsőülni. Soha nem fog. Mert ez az ember mindig a sátán követe lesz. És nekünk most a sátán ellen kell harcolni. Ez az 56-os forradalom folytatása. Ahhoz, hogy a nemzet lelkébe szabaduljon föl, és képes legyen harcolni a létéért, a megmaradásért, a tisztességért, az igazságért. Ez a jövő harca, ami viszont onnan ered, a múlt századból, az 1956-os forradalomból. Köszönöm szépen!